Sziasztok! Ismét egy makettező videóval jelentkezem. Először is szeretném megköszönni két embernek a figyelmet, különösképpen Ádám barátomnak, aki rendületlenül nézi a videókat, annak ellenére, hogy nem makettezik, de mégis észreveszi és kritikai észrevételkel segíti azt, hogy minél jobbak legyenek ezek a videók, és Hajna Pap Gábornak, aki hozzáfűzte az első megjegyzéseket az első videók egyikéhez. Nagyon szépen köszönöm, amit ott elmondott, és nyilván amiket ott hiba kijavításként mondott, nyilván azt is köszönöm, ugye vétettem hibákat, szoktam, nem titok, úgyhogy ha valamit hibázok, akkor ezt nyugodtan szóljatok. Na, ma matricázni fogunk. Gyakorlatilag a két készülő makettemre fogom felragasztani a matricákat. Az a helyzet, hogy részemre a matricázás egy olyan tevékenység, egy olyan része az építésnek, ami nekem egész könnyen megy. Tehát én szeretem ezt a fázist, ez nem nagy képűség, csak azért akarom elmondani, hogy ugye mindig átgondolom, hogy mit érdemes, hogy miről érdemes időt készíteni, miről nem. És mivel nagyon sok esetben látom azt Facebook fórumokon, hogy nagyon sok kérdés érkezik matricázással kapcsolatban, úgy gondolom, hogy ennek a videónak itt helye vagyon. Tehát most két makett épül, ugye az egyik az orosz teherautó, az is 151, amihez van két rendszámunk, illetve egy első rendszámunk, egy hátsó, hát ez szerintem rendszám, vagy lajstromszám, nem tudom. Ez a plató hátsó részére jön, illetve van két nagyon dizájnos címer embléma szerűségünk, ami nagyon-nagyon pofásan néz ki, és nagyon fel fogja dobni szerintem a makettet. Tehát ezt nagyon imádom, amikor ilyennel találkozom. Emellett az amerikaira, hát ő kicsit visszafogottabb. Amerikai esetben 2, azaz 2, és hát 4 matricát kapunk, de valójában ugye ez gyakorlatilag két variáció, de összesen két Wallström számot jelent, amit a motorházszető oldalára fogunk fölbigyeszteni. Amire figyelni kell. Előjáróban annyit, hogy az ember rákeres arra, hogy hogyan matricázzon, akkor elég sokféle választ fog kapni. Itt is sok ember sokféleképpen dolgozik. Én magam részéről előkészítem a felületet egy fényes lakkal. A fényes lakra kerül fel egy matricafeszítő, segédanyag, erre kerül fel a matrica, és a végén, amikor megszáradt és már nem nedves, tehát várok egy napot másnapra, gyakorlatilag még egy fényes lakkal lefedem, és akkor erre jön a bemosás, minden egyéb, és utána mattítom vissza a felületet. A matricánál, amit el lehet szúrni, különösen azoknál a matricáknál, ahol nincsen körbevágva a matrica, tehát ahol vannak áttetsző részek is. Ugye azt lehet elszúrni, hogy az ember fölteszi a matricát, és azt látja, hogy előtt. Ugye a matricák alapvetően festést, vagy valamilyen felületre festett képet, számot, egyebet akarnának megjeleníteni, tehát elvárás velük szemben, hogy ne legyen különbség az anyag között. Tehát akkor végzünk rossz munkát, akkor rossz a helyzet, vagy akkor szúrtunk el valamit, hogyha a matrica áttetsző részénél más a szín, mint az alapszín a maketnek, tehát annak a felületnek a szín, amire fölragasztottuk. Akkor van az, hogy valamit elszúrtunk, leginkább azt, hogy levegő buborékok kerültek a matrica alá, ebből kifolyólag ugye nem tapadt fel a matrica teljes egészében a felületre. Ez ugye azért rossz, mert ez esztétikailag is rossz, másrészt meg hajlamos lesz a matrica leválni a felületről idővel, ugye a matricát, közhelyeket fogok most mondani nyilván, tehát a matrica az nem ragad, tehát olyan mértékben nem ragad, hogy ugye ez egy sima nagyon hártyavékonyságú fólia, tehát nincs ragasztószer, amivel kvázi oda
rögzítjük a felülethez, és egyszerűen attól ragadt fönn, hogy megfelelően vékony, és a felület és a matrica között ideális esetben nincsen semmi olyan, amitől az elválna onnan. Jó, tehát ennek fényében, ami nagyon fontos, és talán az a matricázás leglényegesebb része, a alfája és omegája, hogy a felületet le kell fényes lakkal kezelni. Tehát amire ragasztjuk, nem tudom mennyire látszódik, tehát függetlenül attól, hogy a maketnek az most matfestésű, félfényes, vagy selyemfényű, vagy fényes felületű lenne-e, mindenképpen kezeljük le fényes lakkal. Amennyiben olyan festéket vittünk fel, ami önmagában fényes festék, arra sem árt rálapkozni, de akkor ugye kevésbé macerás a dolog. Elméleti síkon egy fényes festékre minden nemű plusz segédanyag hozzáadása nélkül föl lehet vinni a matricát nagyon szépen. De ha ez nem igaz, tehát hogyha félfényes vagy mat felületű, már pedig a katonai járművek többsége igazából mat felületű, annak ellenére sokan nem veszik a fáradtságot, hogy mat festésűvé tegyék, azért azok mat festékek, tehát ott elő kell kezelni. Én ugye ezt ugye lefújtam már tegnapi nap folyamán fényes lakkal, illetve még egy dologért kezelem én le fényes lakkal a felületet, mert ugye a matricázás után a következő fázis, ugye az utolsó előtti fázis nálam, az ugye a bemosás, időjárási hatás, időjárás hatások megjelenítése. Tehát gyakorlatilag ott is azért kezelem le ugye fényes lakkal, mert hogyha folyadékot viszünk rá, tehát egy olajos bemosó folyadékot viszek majd rá abban a fázisban, hogyha a felület matt, akkor gyakorlatilag a rávitt, fölvitt folyadék az foltosan szárad rá. Ezt pedig nem szeretnénk. Tehát alapvetően azt szeretnénk, hogy a folyadék az nyom nélkül eltűnjön, és csak a kosz maradjon maga mögött. Úgyhogy gyakorlatilag az egész makettet ebben a fázisban, tehát a matricázás előtt lekezelem fényes lakkal, utána fölviszem a matricát, ahova fölvittem a matricát, ott még egyszer megfújom fényes lakkal, és utána jött a bemosás, és akkor ezt kezelem. Hát változó mértékben, tehát az, hogy utána mennyire mattítja vissza az ember a felületet, az már ízlés kérdése. Tehát ez a másik jó tanács, hogy ugyan a legvégén szerepel ugye az építési leírásnál ugye a festési minta mögött szerepel ugye az, hogy mivel, hogy matricázunk, mit hova pakolunk, de azért nézzük meg, hova fog kijönni, mert ha nem kezeljük előre rendesen le, vagy mondjuk ott valamit ezt-azt rakunk, akkor gyakorlatilag az beleszólhat a végső matricázásnál. Tehát könnyen meg lehet majd lepődni, amikor oda kerülünk, hogy matricázás. Hát abszurd lehet olyan dolog, hogy mit tudom én, oda teszünk valamilyen elemet, amit tehetnénk egy picit arrébb is. Mit tudom én, a festésnél mondjuk megkoptatjuk azt a felületet, amire ennek a közepére pont oda megy egy matrica. Ugye ezek nem szerencsések, tehát a matricák ugye legtöbb esetben ugye szám, valamilyen sorszámot, toronyszámot, rendszámot, ilyeneket jelölnek, tehát megkülönböztető jelzések, nem díszítésképpen kerültek a felületre. Tehát akárhogy nézett ki az az adott jármű, mert mondjuk találatot kapott, mit tudom én, lekopott a festés, ez az történt, azért ezeket a felületeket, vagy ezeket a számokat azért nyilván pótolták, mert ezeknek funkciója volt. Első körben ugye a matricákat, miután megnézte az ember, hogy hova kerülnek, akkor előkészíti. Most lesz ez másképp. Én úgy szoktam csinálni, hogy ugye nekem ez a 4 centes puhára fő kellékem. Én ebbe szoktam leáztatni a felületről a matricát. Ebbe, hát nagyon, ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor igazából langyos vizet kellene, vagy praktikus langyos vizet önteni. Én ion cserélt vizet öntök bele, hogy a felület ne szennyeződjön, illetve az a víz, ami megfolyik, az még véletlenül se hagyjon vízkövet maga után, tehát minél kevésbé hagyjon nyomot.
Szoktam egy ilyen kis papírgalacsint hajtogatni, mert erre majd szükség lesz papírból, gyakorlatilag tördőkendőből, ezzel szoktam fölitatni az apróságokat, és utána megnézem, hogy mi hova fog menni. Ugye a matrica, a kapott matricák, ugye általában több matricát kapunk, mint amennyire szükségünk van, plusz ugye rajta van ugye a jelzése a járműnek, különböző kis díszítő elemek, tehát ugye ezek útban lehetnek, illetve hát számok nyilván, hogy melyik matrica hányas számot viseli. Ezeket ugye el kell készíteni, tehát gyakorlatilag amelyeket tudjuk, hogy szükségünk lesz, azt vágjuk ki. Lehetőleg minél kevésbé csináljuk ezt, amit most csináltam, tehát minél kevésbé taperoljuk és koszoljuk a felső felét a dolognak. Tehát azt, ami felül van, mert hogy ez ne koszolódjon el. És ebben a fázisban lehetséges olyan eset, hogy mondjuk az adott matrica telibe van nyomtatva, tehát például a számoknál, a számok között van egy keret, tehát ott van egy áttetsző, vagy átlátszó rész. Azok ugye akármennyire dolgozunk jól alá, azok látszódni fognak, mert hogy a matrica akármennyire vékony, azért valamennyire eláll a felülettől, tehát az egy picit dudorodni fog. Tehát amennyiben ilyen a matrica, akkor célszerű a matricát körbevágni vagy ollóval, vagy szikével. Ez nem tudom, mennyire látszik, de ugye ez szép, tehát itt a 22 kötőjel 6, tehát ez gyakorlatilag teljesen rendben van. Tehát ennél gyakorlatilag nem lesz gond. Ez a rendszámnál megint csak nem, mert az még talán autentikusabb is, hogy domborodni fog, mert hogy az egy plusz lemez volt szerintem, valójában nem. Közvetlenül a lökhárítóra tették föl, gondolom én. És akkor két címer, ami szintén jól körbe van vágva, és lehet illúzió romboló, hogyha ha egy elég nagy kereten belül van, azt is érdemes körbevágni. Teljesen azért nem szoktam körbevágni, mert az áztatás erejéig egy csipesszel fogom megfogni, és jó, hogyha rá tudok fogni arra a felületre, ami még nem a matrica. Tehát gyakorlatilag, amikor ezzel megvagyok, akkor ezt megcsiptettem. Véletlenül se fogjam meg ugye a magát a matricát, arra figyelni kell. Egész egyszerűen berakom a vízbe, ez itt szépen el van. És hát ugye mindig úgy próbálom úgy ragasztani, hogy amire, vagy ragasztani, próbálom úgy felvinni a matricát, hogy a felület, amire fölviszem, az vízszintes legyen. Ennek a két oka van. Egyrészt, ugye, amit fölviszek, segédanyagot, matrica feszítő, és akkor beszéljünk erről az anyagról. Ez egy Tamiya Mr. Mark Setter. Ez egy matrica feszítő cucc. Az, hogy pontosan mi ez, abban nem is mondanám inkább, most nehogy hülyeséget mondjak. Tényleg nem tudom, micsoda, de mi van effektíve ebbe a cuccba. Ez egy ilyen szappanos lónyának tűnő valami. Hát most vagy lak, vagy a fene se tudja micsoda, nem tudom, tőle nem tudom. Nem néztem annyira sose utána. Elméletileg ez abban segít nekünk, hogy a matrica alá még véletlenül sem szoruljon, vagy hát nem maradjon alatt a levegő. Ugye ez a matrica, ez ugye ide fog az ajtó közepére kerülni. Ugye ezt érdemes megnézni, tehát ugye minden makett az most hát tényleg nagyon elemi dolog, de hát ki tudja, lehet, hogy életében először rak föl valaki matricát, és pont az én videómat választja, mielőtt neki kezd. Gyakorlatilag ugye kapunk a festési leírás mellé, az rezle esetében ez most így néz ki, kapunk egy ilyet, ahol mindig van az, hogy az adott számú matrica, tehát itt most egyszer úgy adották meg, hogy a matrica effektíve le van rajzolva. Tehát mutatja, hogy ez a matrica ide, ez a szám ide, ez pedig ide. De a legtipikusabb, nem ez a tipikus az, és megmutatom az amerikainál, amikor meg van számozva a matrica, tehát például itt látszik, hogy 1-es, 2-es, 3-as, és akkor csak a matricának
jele. Látható, hogy hányas megy hova. Ez ugye lehet olyan eset, hogy variáltunk, válogatottunk. De most nem ez. Na, amikor ez egy darabig már ugye el volt, akkor első körben én a felséges vizet, mert ugye mindig marad némi víz a felületén, azt én leitattam egy picit. Egész egyszerűen azért, mert nem kell nekünk az a víz, tehát ott ne menjen oda feleslegesen, meg folyik, stb. És akkor most jön a trükkös része, hogy akkor jó, vagyunk jók, amikor a matrica egy tompa, nagyon fontos, egy tompa tárgyal piszkáljuk. Egy tompa tárgyal elkezdjük húzogatni, és látható, hogy a matrica megindul. Ugye a matrica tartónak a teteje, vagy a teteje, tehát a matrica, amire a matrica gyárilag ő van téve, az az anyag, ez egy ilyen rettent nedvesség hatása, visszhatása rettetően csúszós, egy ilyen nyálkás csúszós valami. Tehát ez gyakorlatilag, hogy már elengedi, akkor ezen nagyon könnyen lehet ide-oda pozícionálni, könnyen lejön róla. Most akkor ezzel megvagyunk, már megindult, akkor jön, hogy a szetterünk. Praktikus lehet volna meglazítanom, mert nem tudtam mindegy. Szetter gyakorlatilag kis ecsetes valami, nagyjából, ezt nem nézem, hogy hol jön ez ki, hát ugye itt van egy kis segítség, mert ugye van dobozképünk, és a dobozképen is látszik, hogy hol megkenőcsölöm azokat, vagy azt a területet, ahol ez felmegy, azt tudni kell, hogy ez nagyon gyorsan szárad föl, és akkor gyakorlatilag, egyébként fejjel lefelé rakom, jól ügyes vagyok, azért igen, ezt értelmezik a matricát mindig, tehát hogy mit is rakunk fel, és akkor gyakorlatilag rácsúsztatjuk a felületre. Utána, amikor fönn van, akkor ugye még bőven van lehetőségünk arra, hogy pozícionáljunk ezen. Most ugye nem nagyon kell variálni ezzel, mert nem nagyon a referencia pont igazából. Arra próbálok figyelni, hogy nyilván függőleges legyen. Mondjuk megpróbálom a kilincsnek a tetejéhez hozzálőni. Ugye ebbe az irányba kicsit bajba vagyok, mert ott nincs referencia pont. Tehát ez majd szemre be lesz besacolva, de látszik, hogy mennyire földobja. Tehát tök pofás lesz tőle a felület. Na most a matrica alap, ez most egy sík felület, tehát itt igazából nem is kellett volna alá dolgozzak semmivel, tehát ez most, ha ezt most így a fényes felületre egész egyszerűen fölpöttyentem, minden névi nemű faxni nélkül, akkor ez így is tökéletesen megállta volna a helyét, ezzel nem lenne semmi, vagy gyönyörűen illeszkedne, nem kéne se a szettel, se semmi. Hát abszurd, a matrica most olyan szépen körbe van vágva, hogy tulajdonképpen még a fényes laptól is eltekinthetnénk, mert nincsen olyan felület, ami tompo, vagy homályos lenne, tehát gyakorlatilag nincsenek áttetsző matrica részletek, de hát így biztos, így a biztos, tehát így teljesen rendben van a dolog. És még egy dolog, hogy ugye a matrica ugye betud, kicsit meg tud ráncosodni, hát nem kell megijedni, ez tök normális dolog. A matrica ugye annyira vékony, hogy ha nem teszünk, ha csak önmagában megnedvesítjük, de még ha matrica feszítőt teszünk, akkor pláne, de akkor egy kicsit elkezd összehasszalódni, egy kicsit ilyen ráncos lesz. Ettől nem kell megijedni, mert ez kisimunkat ki egyenesedik gyakorlatilag. Nyilván függ a felülettől, függ attól, hogy mennyi nedvességet kapott. Ez most kevésbé gyűrődött be, de lehet ilyen. Na most, ha látjuk azt, hogy esetleg buborékos, akkor le lehet egy kicsit, mondjuk egy fülpiszkálóval a felesleget, kicsit le lehet nyomkodni, ha és amennyiben túl sok folyadék ment valahova, akkor óvatosan azt el lehet távolítani, egész egyszerűen azért, hogy a festéket ne
ne oldja fel, tehát ne tegyen kárt benne jobban, mint amennyire kéne. Ugye ez a matrica feszítő, ez azért kicsit elmattítja a felületet, és hogyha most ezt nem kezeltem volna fényes lakkal, akkor gyakorlatilag az foltot is hagyna. Tehát egy olyan foltot, amit nem is nagyon lehet eltüntetni. Az, hogy most egy kicsit opálosabb lett, az nem baj, mert arra még kap egy fényes lakréteget, meg úgyis egy bemosást. Tehát gyakorlatilag ezzel nincs gubanc. Ugye ez az egyik oda. Ha ez már így megvan, ugye akkor még lehetne rá egy ilyen puhító, ez is Tamiya, ez Mr. Mark Software, ez egy higít, vagy puhító dolog, matrica puhító történet, ez egy színtelen valami. Ez kicsit ellágyítja a matricát, megpuhítja. Erre akkor van szükség, amikor a matricánk, vagyis a felületünk az olyan, hogy egy kicsit göcsörtösebb, göröngyösebb. Tehát azt látjuk, hogy folyamatosan a matricát érdemes néha rápillantani, még erre is, ami egyébként elég triviálisan föl fog menni, és ott fog maradni a helyén. Érdemes néha azért ránézni, hogy nem gyűrölötte meg, oda simult-e, oda húzódott-e a felülethez. Hogyha göröngyösebb a felület, és a hátsó platónál látni lehet majd ezt, akkor lehet olyan probléma, hogy valóban nem szívódik rá, mert túl nagy a hézag, vagy túl domború, vagy ott van egy szegecs, vagy ott van egy bemélyedés, vagy bármi. És akkor ezzel a matrica lágyítóval kvázi rá lehet dolgozni. A matrica lágyító azon a ponton egy kicsit kikezdi a matricát, ellágyítja. Arra kell vigyázni, hogy próbáljuk egyenletesen fölvinni, mert hogy beszakíthatja a matricát. Ha túl sokat teszünk egy helyre, a másfelől meg keveset, akkor beszakíthatja, illetve az is fontos, hogy mikor visszük fel, tehát ne pont akkor vigyük fel a matrica lágyítót, amikor még éppen fölvittük a matricát, mert akkor ugye nem tudjuk olyan finoman rádolgozni, hogy nem mozdítsuk el a matricát a helyéről. Na, akkor most van a rendszám. A rendszámot, hát itt a leírás, a manuál ugye úgy jelzi, hogy pont középre, viszont középen ezen a lökhárítón van egy luk, továbbá itt van kettő darab szegegyszerűség, és a borítórajz az oldalt ábrázolja, tehát itt ábrázolja, tehát én most fölülbíráltam az építési leírást, jó, nyilván még nézhettem volna archív képeket is. Őszintén szóval, én most lehet, hogy hibázok ezzel, de én oda teszem, mert nekem ott szimpatikusabb. Itt az én alá dolgozok egy kis, sőt, az előbb is alá dolgoztam, de most itt nagyon, mert itt azért nem annyira, és itt mivel baj van egy picit, mert hogy nem tudom most ezt úgy tenni, hogy vízszintes legyen. De nem tettem. Egyébként, hogyha baj van, vagy bármilyen meg kell mozdítani, nyugodt, ne féljünk megragadni a matricát. Hát nincs ezzel semmi, nem ördögtől való. Hát nyugodtan meg lehet fogni, akár szikével, akár bármi tompább, nem éles tárgyal nyugodtan emeljük meg a matricát. Nem fog az elszakadni annyira. És akkor itt látható, hogy itt bizony lesz az a két szegecs. Tehát a két szegecs az bizony a matrica alatt vagyon. Úgyhogy itt egy kicsit ezen a ponton pánikba eshetünk, hogy úristen, mi lesz. Ebben semmi baj. Tudnék, a matrica az nagyon durván, vékonyságából kifolyólag, nagyon durván át tud szívódni felületekre, tehát el nem hinné az ember azt, hogy milyen durva, egyenetlen, domború, szeges kiállás, kiszedés valamikre rá tud gyönyörűen olvadni. Tehát ne essünk pánikba, se a ráncosodástól, se ettől.
Gyönyörű szépen oda fog menni. Helyre fog ugrani igazából, tehát ezzel nincsen gond. Azzal a kikötése, ahogy mondtam, hogyha ilyen úgymond problémás helyre pattintjuk fel a matricát, akkor azért néha, tehát 5-10 percenként nézzük meg, hogy mi történik ott, és győződjünk meg arról, hogy biztosan elkezdette ott rá hozzáidomulni a felülethez. Ha nem, akkor el kell kezdeni vadul matricát lágyítani, és elmormolni pár miatyánkot, tehát akkor azért izgulni kell, hogy az ott lesz-e. Remélhetőleg igen, ez nem olyan nagy egyenetlenség, viszont itt biztosan megyek, és akkor erre az egy kis lágyítót rádolgozunk. Tehát egy kicsit hagytam, hogy hadd tűnjön el a fő feszítő, vagy hát nagyon, csak akkor nagyon óvatosan, főleg ott, ahol problémás lesz, vagy lehet, ott rádolgozunk a felületre. Ezt meg lehet ismételni. Tehát, hogyha fölszáradt, mert gyorsan föl fog róla száradni, akkor még párszor menjünk rá. Elég lassan jön ki a matrica feszítő a matrica alól, tehát bőven van időnk gyakorlatilag ezzel pepecselni. És nem szabad pánikba esni, tehát fő a hideg vér, mert amíg van alatt a folyadék, addig van remény. Utána is remény hal meg utoljára, de addig biztos, hogy jó eséllyel oda fog az cuppanni. Van olyan egyébként, amikor hosszabb szöveg, és visszatérve az orosz járművekre, van olyan, amikor hosszú mondatok, szövegeket írtak rá ugye a tankra, irány Berlin, meg mit tudom én, ugye ilyenek voltak. Abban az esetben, ugye előfordulhat az, hogy a matricákat mondjuk egyenes vonalba, ahogy megjártam úgy, nagyon hosszú szöveg, egyenes vonalba volt rányomtatva. Egy kávé, nem is kávé, nem, IS-2 tornyára ment rá, amint gyakorlatilag az IS-2 tornyának egészen a közepétől, egészen a hátsó, végigfutva a hátán, egészen elment két oda, a teljes szinte, a torony felé gyakorlatilag körbefutotta a szöveg. Nincs ezzel baj, csak az a baj, hogy a kávé, vagy az IS-2-nek a tornya az inkább gula, mint henger. Jónak tűnt, az, ó, hát itt simán föl fogom ragasztani, semmi gond. Igen ám, csak hogy ettől torzul. Akkor érdemes a matricákat felszeletelni kisebb darabokra. Tehát, hogyha mondjuk ez egy nem sík felületre, hanem hengeres felületre menne föl, akkor ne féljünk attól, hogy mondjuk fölvagdaljuk mondjuk számonként, tagonként, valamennyiként, tehát ugye a hézagoknál vagy szüneteknél nyugodtan el lehet vágni. Hát konkrétan például azt a szöveget én földaraboltam, mert láttam, hogy baj lesz. Ezért gyakorlatilag földaraboltam ugye betűkre, és ugye betűnként. Ott akkor arra vigyázzunk, hogy összecseréljük a sorrendet, mert akkor a betűsorrendet fölcserélve még értelmetlenebb szöveget kapunk, mint amennyire rendben volt. Az azért kellemetlen, pláne ha valaki esetleg tud oroszul, aki elolvassa, aki nem tud oroszul, az mondjuk kevésbé fog meglepődni, de találkozhatunk olyannal, aki esetleg ott néz rá bután. Jó, hát aztán, ha nincs pont középen, annyi költői szabadság nyilván van, hogy mondhatjuk azt, hogy Szergely vagy Szása éppen kicsit fölöntött a Garatra, amikor megbízták, hogy pingád már föl, légy szíves a 22-6-69 IK jelzést. Tehát a véletlenül, mértanilag nem lenne 100% középen, ráadásul ugye orosz járműről beszélünk, talán még hitelesebb is, úgyhogy nem kell pánikba esni. Na, tehát ez a klasszikusabb, tehát amikor ugye itt van a színmintánk, ugye ez Hobby Boss, az egy kulturált kis színes festési mintát kapunk, és ugye itt látod, hogy rajta van nyilván a felületen, itt is azt rosszul mondtam, tehát hogy hol van, de ugye ez alapvetően számozott. Igen. És akkor elhúzom. Mindig húzzuk a matricát, ez fontos. De gondolom azért ez triviális.
És látszik is, hogy igen, ez vékonyabb, mert ez egy picit össze is ráncosodott. Annak rendje és módja szerint. Ami nem baj. Na itt az orosznál látszik, mert nem tudom mennyire látszik, de én már látom, hogy ott van egy szegecs, és az látszik, hogy azt már körbevett a matrica. Hát ilyenkor van az, mondom, ha mondjuk úgy lenne, hogy ez mondjuk alá lenne, akkor hát akkor toljuk arra. Én legalábbis arrébb szoktam tolni. Tehát akkor segítsünk magunkon. Tehát, hogyha ott, ha jobb lenne, ha csak nem nagyon életidegen vagy, nem nagyon sértjük meg a történelmi hűséget, akkor azért szerintem nyugodtan csalhatunk annyit, hogy arrébb rakjuk az észszerűség keretein belül, az észszerűség határain belül. Senki nem fog minket megkövezni az utcán, hogyha egy fél 20 centivel, 10 centivel arrébb van egy felirat. Inkább, mint hogy föltegyük csúnyán, mert akkor az meg csúnya. Jó, egyébként hát ez látszik, hogy ez gyönyörű, ezzel nem lesz probléma, ez is gyönyörű. Az, hogy most egy kicsit a környezetén látszik a foltosság, ugye a vízfoltok, illetve hát ugye a matrica feszítőnek a foltja, azt majd elfedi a lak, és ezért fontos, hogy dolgozunk alá fényes lakkal, mert ha nem dolgozunk alá, és matlak lenne, vagy matfesték lenne ott, akkor viszont probléma lenne, mert az egy olyan vízfolt, vagy hát egy ilyen folt lenne, ami azért megmarad. Tehát arra állati nehéz rádolgozni. És ugye a matrica körül már nem nagyon tudunk mit csinálni. Tehát a matrica körül festék szórni, festék fújni nem tudunk, ha csak nem döntünk úgy, hogy elködöljük a matricát, vagy lefedjük valamivel. Maximum ecsettel, de hogyha mondjuk ugye festék szóróval fújtuk a felületet, és elkezdünk ecsetelni, akkor azért ez nem biztos, hogy jól mutat. Na, ennyi lett volna, köszönöm szépen. Sziasztok!